8 sportszergyártó cég mezeit viseli a labdarúgó VB 32 csapata, a testhez simuló mezek másfél évtizedes népszerűsége még megvan. Nigéria meze aratta a legnagyobb sikert eddig, az argentinok először használnak második garnitúraként fekete mezt. Herceg Zoltán divattervezővel a VB esztétikáról beszélgetünk. Szia Zoli! Jó reggelt kívánok! Na, megmondom neked, én annyira azért nem lelkesedem azért, hogy a három csíkos meg a pipás óriások, hát ugye ők uralják a világot, gyakorlatilag letarolták a VB mezőnyt is. Jó, hát a német ragadozó Puma követi őket még jól lemaradva. Te hogy vagy ezzel? Szívesebben látnál sokkal többféle kisebb márkát a válogatottokon? Hát nézd, ez annyira nagy üzlet van a fociban, annyira sok pénz, hogy szinte kizárt, hogy kisebb cégek labdába tudjanak rúgni. Nem véletlen, hogy ezek a cégek tarolnak a foci VB-n, hát ők a legnagyobb piacvezetők, ők uralják a teljes föld egész divat vagy sportdivat piacát. Itt a foci az üzletről szól. Igen. Tudni kell. Meg ott van például az olasz divatipar számos sportmárkával, a Diadorától, a Kappától, a Macronon, Legeán át, Lottóig, nem is sorolom. Ugye erre egyszer erre az izlandi válogatott mezeként képviseli az olasz sportdivatipart. Furcsa helyzet ez. Annyira gigantikus pénzeket kell kifizetni egy ilyen közvetítésért, ugye ez a legnagyobb reklám, ez a legnagyobb promóció egy sportgyártó cégnek. Itt világversenyről van szó, itt az egész világon több százmillió vagy több milliárd ember látja. Ilyen marketing büdzsével nem rendelkeznek a kis cégek, esélye sincs arra, hogy befusson egy kisebb cég, ha csak, de nem tudom milyen szabályozás van erre, mondjuk egy magyar válogatott, hogyha ragaszkodna ahhoz, hogy a magyar divattervező mezébe akar pályára lépni, nem tudom, hogy a szövetség, vagy a FIFA, vagy nem tudom kicsoda, van-e valamiféle szabályozat, hogy ezt nem lehet. Na, a szövetségek megegyezhetnek nyugodtan, én úgy tudom, a egy-egy sportszergyártóval, amelyik persze jó sokat kell, hogy fizessen. De azt mondod, hogy ebbe te látsz fantáziát, vagy látsz jövőt abban, hogy ez a bizonyos turul például be fog futni a magyar válogatottnál? Én arra semmilyen esélyt nem látok, nem azért, mert nincs elég tehetséges divattervező az országban, mert rengeteg van, egyszerűen csak azt látom, hogy ami állami cég, vagy ami államhoz közeli cég, ott nem az innováció, nem a design számít, nem a szakértelem számít, hanem más szempontok számítanak. Csúnya veszbe pedig senki nem szeret kimenni a pályára, és csak azért nem fog senki egy mezt felvenni, mert a haverok csinálták. Mert haverok csinálták. Szóval ez egy butaság, a piac nem így működik. A piac úgy működik, hogy irgalmatlan, komoly minőséget kell tenni. Ebből a szempontból egyébként nagyon nehéz lenne konkurálni a nagy cégekkel. Mert azért ezek óriási pénzeket fizetnek egy-egy szövetségnek és válogatottnak, hogy felöltöztethessék, azért ez nem kis pályás. Ez nem kis pályás, arról nem beszélve, hogy ezeknél a cégeknél vannak a legjobb dizájnerek is. Tehát azért az elvárható, és nyilvánvaló, hogy ha ilyen gigantikus pénzeket gazdálkodnak a legnagyobb sportszergyártók, akkor a legkomolyabb, legprofibb dizájnereket alkalmazzák, és azért, hogyha megnézzük a focimezeket, akkor látszik rajta, hogy bele van téve a munka. Tehát ennyire aprólékos, ennyire finom, ennyire kimunkált, ennyire kigondolt, ennyire csodálatosan kivitelezett cuccokat, egyébként magyar gyártótól én momentán el sem tudok képzelni. Uh-huh. Tehát azért ahhoz, hogy ilyen jellegű, ilyen színvonalú mezeket készítsünk, ez nagyon-nagyon komoly, még ezt mondom, gigantikusan komoly géppark szükséges. Egy magyar cégnek az a pénz, amiről beszélgettünk a tudók kapcsán, az bakfitty. Hát igen. Az bakfitty. Igazából emellett az ilyen globális trendek mellett, akkor már annak is örüljünk, én azt gondolom, hogy mondjuk van olyan északi csapat a Dán, amely ragaszkodik például a Hummelhez. Tehát egy-egy ilyen kis színfolt megmarad, amikor az ember végignéz a mez térképen. Ez mondom csodálatos, én pártolnám, hogy a nemzetek ragaszkodjanak a saját tervezőikhez. Valószínűleg színesebb lenne egyébként a VB, de nem biztos, hogy jobb is lenne, nem biztos, hogy profibb is lenne, mert még egyszer mondom, én nem biztos, hogy lemernék állni ezekkel a nagy cégekkel konkurálni. Tehát engem megbíznának, beletennék apait, annyit, az biztos, de nem biztos, hogy olyan lenne, minőségében olyan lenne. Dizájnban talán, de minőségben nem biztos, hogy olyan lenne. A kettőnek itt nagyon egyben kell lennie. Azt mondom neked, hogy focimez, és most már gondoljunk a mostani VB-re is, akkor neked divattervezőként milyen igazi, szimbolikus, jellegzetes szerelések jutnak eszedbe? Tehát ugye általában nem csak erről a VB-re gondolok, tehát az, ami így beég az embernek. Futballmezről, válogatott mezekről. Hát ugye te is említetted, hogy most már nagyon régóta divat a testre feszülő mez, ami egyébként szerintem nem testre feszülő, mert ha testre feszülő lenne, akkor az cuppanna. Én azt mondom erről, hogy testvonalat követő. A testvonalat követő az a különbség, hogy van a test meg a mez között levegő, és ott tud járni. Sokkal komfortosabb, mert ezek az anyagok egyébként nem természetes szálló anyagok, hanem ezek mesterséges anyagokból vannak. Ha rátapad a testedre és izzadsz, akkor ott folyik. Az tény, hogy úgy vannak a szövésminták megcsinálva, olyan szövésmintával van, olyan szövéstechnikával van ez a mez legyártva, nagyon speciális,
hogy bentről kiengedi a vizet, az izzadságot, de az nem tud visszajönni. Tehát úgy van szöve, hogy egy tölcsér alakú szövet minták vannak, ahol ki tud menni a víz, de nem tud visszajönni. Ez ehhez eleve egy gigantikusan professzionális gép kell, ami ezt megcsinálja, ezt leszövi. Amit nézek, hogy a minták, a színminták, illetve a színárnyalat minták ezekben a mezekben beleszőve vannak, nem ám rányomva. Tehát az, hogy ilyen szövőgépet vegyen az ember, tényleg azt mondom, hogy nagyon föl kell kötni a gatyát. Én amikor nézem ezeket a mezeket, mindig azt nézem. Hol van egy kis trükk, itt a nyakán, erről a galérián, hogy van a passzél megcsinálva, hogy van beleszőve, az a nyomva van, vagy szőve, nincs. Hiába van HDTV-m és gigantikusan nagy HDTV-m, még ezen keresztül se látom pontosan, hogy van ez megcsinálva, meg kellene taponítanom ezt a mezt. Nyilván volt már profi meze kezembe, és így húzgáltam, néztem, mert mondom, el sem tudom képzelni, hogy hogyan készül. Tehát konkrétan akkora gyár lehet, mint egy autógyár, ami ilyen profi cuccokat csinál. Ilyen szempontból egyébként most látva itt a VB mezeit is, az úgynevezett második mezek, azok egy nagyobb játék lehetőséget kínálnak, ugye vannak a tradicionális, klasszikus első szerelések, ami az általában nagyon sok válogatott ragaszkodik, tehát az argentinoknak ez a csíkos, kékfehér csíkos, vagy a németek fekete-fehér összeállítása, ami az azért nem nagyon nyúlnak hozzá, tényleg itt a tradíció, a hagyomány nagyon ott erős. Is van sok játék. De ott is az apróságok, így van. Ez az, hogy ott a gallértól a nyakig, szóval millió dolog. Pontosan ez a finomság az, amihez nagyon kifinomult tervezőnek kell lenni, hogy nagyon sok adott keret között mégis tudjak úgy variálni, hogy az valamitől újszerű legyen. És ha az ember tüzetesen, részletesen megnézi ezeket, akkor azt látja, amit te is mondtál, hogy nagyon-nagyon finom, apró részletek vannak elrejtve úgy, hogy attól az ilyen nagyon modern, nagyon trendévé válik. Például nekem feltűnik mindig, hogy hol logóznak. Abszolút nem hivatalos már, vagy nem menő már, hogy csak bal mellem van a logó. De simán meg betalálom a vállon, két oldalt, nagyon jól néz ki, vagy csak tarkon a logó. Akkor azt nézem, hogy milyen tipográfiával van a betűk rátéve, a nagy betűk, vagyis a számok, hátul ugye a rajtszámok, vagy nem tudom milyen számok ezek. Igen, a játékosnak a messzáma. Elő is, meg hátul is a tipográfia. Olyan csodálatos betűtípusokat látok, nekem van 130 ezer betűtípusom, de ilyen nincs. Tehát ezeket szerintem újakat fejlesztenek, és ez meg komoly grafikus gárát igényel. Tehát nem csak divattervezők, de... Itt betűkészi, betűtervezésről beszélünk. Így van, abszolút. Saját betűtervezés, saját logójuk van, saját tipográfiájuk van, saját szövés mintájuk van. Na most bocsássak, közben mutattuk a belgákat, ők egy merészet húztak azzal, amit persze leöreg urasoznak, de hogy ezzel a károkockás mintával. Nem látom a belga mezt, de a károkockát azt én pártolom, olyannyira pártolom, hogy a károkockával például rettenetesen végtelen számú sok lehetőség, vagy a hányféleképpen lehet kombinálni. Ha csak a klasszikus káromintát veszem és átszínezem őket mondjuk UV-színekkel, más olyat kaptam, hogy még nem csinált meg semmit. Egyébként károkockával nagyon sokat megcsináltak, le lehet felezni, meg lehet többszörözni, kicsinyíteni, nagyítani, megduplázni, tehát millió dolgot lehet, és én még el is ferdíteném a károkockát. Tehát abban nagyon sok lehetőség van, és az igaz, hogy klasszikus, de ami klasszikus, az messze nem öreges. Így van, egyetértek veled. Egyébként, ha már szóba kerültek azok a bizonyos klasszikus és tradicionális szerelések, a braziloké és ilyen a sárga-kék, magához a színekhez és a megszokott kombinációhoz nem véletlen nem érdemes hozzányúlni, igaz? A részletekben kell keresni a változást. Hát, hogy nem érdemes, nem is lehet. Tehát most egy brazil sárga-kéket azt nem fog megváltoztatni, mert az brazil. Tehát kijön a meccs, nézem a meccset, és azonnal látom, melyik csapatról van szó. Akkor is, hogyha egy másodperc nézem csak. Nem nincs, hogy két sárgát csinálok belőle, meg belekeverem az zöldet. Én rögtön azt csinálom, hogy megfújtanám a két szint, de az már nem oké, az már nem az. Tehát arra azt mondanám, hogy Zoli, ez nem fér bele. Tehát ha én kapok egy ilyen melót, akkor megkapom az itinert, hogy mi az, aminek feltétlenül kell stimmelnie, és nekem csak az apró részletek maradnak, de az apró részletek az is végtelen számú. Tehát pont ebben van a finomság, és ebben van a kihívás, hogy a kicsi részleteket úgy kombinált, hogy az újszerű legyen, trendi legyen, és csodálatos legyen a szemnek. A második mezek, mert ebben már az előbb belevágtam, szóval a második mezek azok egy nagy fantázia birodalmat jelentenek, hiszen ott a klasszikushoz képest nagyon sokat lehet ötletelni és fantáziálni. Én ahogy látom, ott a fehér alap az egy jó irány, tehát a fehér mez, és a fehér mezen, hát amit te is mondtál, ezek az egészen elképesztően fantáziadús nyomatok és mindenféle játékok és az anyagba belecsempészett formák és akár... Tulajdonképpen nem szükséges a fehér szín, minden. A fehér szín az jó, mert a fehérhez minden megy, a fehéret mindenre lehet kombinálni, a fehér azért nagyon hálás szín, és amit én észrevettem most a valamelyik csapatnak a mezénél, hogy nem fehér.
hanem a fehértől egy vagy két árnyalattal szürkébb. Uh-huh. És az annyira elegánsá teszi az egész. Hogyha messziről az szürkének látszik, messziről fehérnek látszik, tehát oké, ki van. A lengyelek második mezén is a fehér átmegy szürkébe. Tehát hát van ez a variáció, az iszonyatos jó ötlet. Tehát ilyen pici ötlet, de mégis hatalmas, hogy őt használtam, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon finom világos szürke. Mégis fehér. Na ez már egy ötlet. Uh-huh. És akkor az a világos szürke, az arra, mondjuk egy kivizöldet, az annál szebb nincsen, vagy egy rózsaszín, bármi. Azt mondnák, hogy szerinted ez a bizonyos testvonalat követő trend, ez megfordul majd, még a divat egy örök körforgása, ahogyan trapéznadrágból csőnadrág lesz oda és vissza. Lesz-e még az a bizonyos, tudod, hogy a német válogatott volt annak idején ilyen kis szuperszűk alsó, és hát sokkal bővebb mesz felső. Szóval lesz még ilyen? Nehezen tudom elképzelni, hogy lesz, de a divat az nagyon kiszámíthatatlan, és a divatban minden lehet. Ha egyszer divat lesz, a 20 évvel ezelőtti trend, meg a 30 évvel ezelőtti trend, meg a 40 évvel ezelőtti trend, akkor simán visszajött a focipályákra is, ezt én nem tudnám megmondani, nem vagyok jós. Mindig azt tetszik a szemnek, mindig azt tetszik az embernek, ami divatos. De az, hogy mi divatos és mitől divatos, azt nem mi döntjük el, azt a nagyok döntik el fönt, és meg ha ő el is döntik, akkor sem biztos, hogy lesz belőle trend. Mert azt nem mi döntjük, hogy hagyjuk vagy sem. Egyébként Magyarország ebben a szemben különleges, mert itt semmi nem érvényesül az, ami a nemzetközi trendekből érvényesül, tehát semmi. Semmi, tehát azt jelenti, hogy egész mással vagyunk fogékonyak? Teljesen. Uh-huh. Hát mi megyünk a saját fejünk után, és az, ha mondjuk, tehát mondok egy példát, hogy itt valami divat, akkor az hogy az is, nem áll jó. Sőt, leginkább azok hogy, akiknek nem áll jó. Tehát lehet, hogy a leggings, a szűk női nadrág az divatos, de nem veszem fel 100 kg fölött. Már pedig itt fölveszik 100 kg fölött. És nem veszem fel haspólóval se. Már pedig itt fölveszik haspólóval. Tehát, hogy a divathoz finomság kell, érzék kell, igény kell. Ha valakinek nincsen igénye, csak követi birkaként a példamutatókat, akkor az bután fog kinézni. Igen, nálunk úgy látom, hogy a finomság, az igény hiányzik, és csak a követés, a birkaként való követés az, ami megy. És sajnos nem vagyunk ott a világbajnokságon, a végére értünk, de ezt még ott van a mexikói válogatott. A mexikói válogatottnak van egy második meze, hófehér, és ami nekünk volt, emlékszel, az 50-es években, az a klasszikus aranycsapat, és akkor csak náluk zöld, fehér, piros, és visszajött, ott látom rajtuk, olyan kár, hogy nem mi vagyunk. Azért, mert nagyon-nagyon sok mindent vissza lehet a múltból hozni, hogyha van egy olyan mez, vagy olyan dizájn, ami nosztalgikus érzéseket támaszt, akkor azzal elő is kell jönni, mert akkor a magunkfajta picit már éltesebb, vagy többet tapasztalt srácok, szemek, azok nagyon-nagyon komoly érzelmeket tudnak hozzápárosítani. Tehát ezt én egyébként biztos elővenném, de én meg a fűzős nyakad is elővenném, ha már puskásnál tartunk, vagy az aranycsapatnál tartunk. Na, egyszer talán eljutunk majd oda. Én készen állok. Zoli, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.